Az esemény szíve itt van a csarnokban, az autó kiállításon. De jelen vagyunk a Luzail pályán is, a sivatagban, a Luzail sugárúton. Statikus, de dinamikus bemutatókkal akarunk élményt teremteni. Köszöntöm Önöket, a Qatar 365-ben Laila Humaira vagyok. Ezúttal a sebességre vágyunk, és szemtől szemben találkozunk néhány forró kerékkel, melyek a zöldebb jövő felé vezető utat mutatják. A Genfi Nemzetközi Autószalon 1905 óta állítja ki az autóipar legújabb trendjeit. Idén történetében először Svájcon kívül Katarban rendezték. Adel Halem pedig megnézte, miről is szólt ez az esemény. Was all about. Ez itt a vadonatúj McLaren 750S, ami decemberben jelenik meg a régióban. Csak egy a számos nagy felfedezés közül a tekintélyes Genfi Nemzetközi Autószalon első katari kiadásán. A közönség változatos rétegeit hozza el a dúsgazdag autóőrültektől az átlagos rajongókig. A 750-es azonban csak egy az itt bemutatott számos új termékből. 10 globális premier, 20 regionális bemutató, 30 neves autógyártó egy helyen. Vásárlók, gyűjtők és rajongók Európa legfontosabb autókiállításaként emlegetik a Genfi Autószalont. A katari változat szervezői pedig remélik, a régió legfontosabb autókiállítását indították el. Elképesztő. 10 vadonatúj autó, amelyet még sehol a világon nem láttak. És ez nem Detroitban, nem Frankfurtban, nem Párizsban, és nem Tokióban történik. A Genfi szalon minden évben több tízezer látogatót vonz. Az elsőt 1905-ben rendezték meg, és az 50-es évekre a legnagyobb márkákat vonzotta az Egyesült Királyságból és az Egyesült Államokból. Az idén Katarban landoló esemény hosszú utat járt be. Mi volt a legnagyobb kihívás? Az első, hogy egy decentralizált showt hozzunk létre, amit mi fesztiválnak nevezünk. Az esemény szíve itt van a csarnokban, az autókiállításon, de jelen vagyunk a Luzail pályán is, a sivatagban, a Luzail sugárúton. Statikus, de dinamikus bemutatókkal akarunk élményt teremteni. Hölgyeim és uraim, a Volkswagen SUV 3 új generációja eljött a Közel-Keletre. A Közel-Kelet tökéletesen illik hozzánk, mert az arab kultúra a családról és a kapcsolatokról szól. Mi egy életmárka, egy családi márka vagyunk, és ez tökéletesen illik az arab kultúrához. Egyik német márka ikontól a másikig. A Mercedes-Benz számára ez a luxus és a fenntarthatóság egyszerre. Szerintünk ez a luxus jövője. A Mercedes több regionális premiért is tartott Katarban, a hagyományos belső égésű motoroktól az elektromos járművekig. Kívánatos autókat építünk. A luxuspiacok felső kategóriás növekedésére összpontosítunk. Ez a régió a luxusé. És ez itt még nem az út vége. A kiállítás két évente visszatér Dohába, egybeesve a Forma 1-es katari nagydíjjal. Számunkra nagyszerű volt, hogy egy globális partner, egy globális márka és az ő szakértelmük állt rendelkezésünkre. A Genfi partneri kapcsolat tehát nagyon jó döntés volt. Hasonló a megjelenés, a hangulat, a professzionalizmus. Ez teszi annyira különlegessé. Nos, ezek a puccos autók lenyűgöző végsebességeket érhetnek el, de vajon tudnak-e olyan gyorsan menni, mint az ezen a pályán versenyző autók? Ez a Luzail International Circuit, a katari motorsportok otthona. A pálya a Forma 1-es katari nagydíj újabb izgalmas versenye után most a MotoGP-re készül. A Luzail International Circuit vezérigazgatóját arról kérdeztem, mi kell ahhoz, hogy lépést tartsanak a világ vezető versenypályáival. To get his insights on what it takes to keep up with the leading racing tracks of the world. A pálya nemrég adott otthont a Forma 1-es nagydíj sikeres visszatérésének Katarban. Milyen érzés volt? How did you feel about the whole event?
Nagyon izgalmas volt mindenkit itt üdvözölni az új létesítményünkben. Nem mondanám, hogy felújítottuk. Inkább azt, hogy ez egy vadonatúj létesítmény, és megdöntöttünk itt néhány rekordot. Először is rekordidő alatt építettük fel, és készítettük elő a Forma 1 megrendezésére. Hatalmas látogatottságot értünk el. Három nap alatt 126 ezer fő, szemben a 2021-es napi 15 ezerrel. Ez azt mutatja, hogy az autósport egyre népszerűbb sportággá válik Katarban. Ez csak a kezdete a Luzail International Circuit eseményeinek. Megosztana néhány izgalmas tervet velünk? Ez így van. Épp most fejeztük be a 2023-as Forma 1-es futamot. Következik a MotoGP november 17-e és 19-e között. Decemberben pedig a Közel-Kelet és Észak-Afrika go-kart bajnoksága. Jövőre itt lesz a hosszú távú VB bevezetője, majd az első forduló, és ezt követi a MotoGP márciusban. Idén a Forma 1-el egy időben rendezték meg a Genfi Nemzetközi Autószalont. Hogyan lendítette fel ez az autósportot és általában az autóipart Katarban? A Katarban megrendezett autószalon és az itt zajló F1-es futam egymás melletti jelenléte az egészet egy motorsportfesztivállá tette. Vagyis többé, mint két különálló esemény. Egymást egészítették ki. Nagy figyelmet és nagy lelkesedést tapasztaltunk az emberek részéről az autósport iránt. Ezt a fesztivált a következő 10 évben is megrendezzük. Tagadhatatlan, hogy Katar a motorsport országa, a Forma 1-től kezdve a MotoGP-n át a Katari Nemzetközi Rallyig, a terep- és go-kart bajnokságig. Mi mozgatja a sebesség iránti érdeklődést és igényt? Az elképzelés, hogy tényleg a motorsportot népszerűsítsük. Meg kell látnunk a fiatalokat, akik a motorsporttal szeretnének foglalkozni. És ha Katarba hozzuk ezeket a nemzetközi eseményeket, akkor ez megvalósulhat. Ön is adrenalinfüggő, szerelmese a motoroknak, autóknak. Hogyan engedi ki a gőzt, akár két, akár négy keréken? Mindig imádtam ezt. Az volt a vágyam, hogy olyan munkát végezzek, amilyet most. Mindig azt mondom, hogy én nem dolgozom, csak azt csinálom, amit szeretek. Minden nap. Na de hogy mit csinálok, szívesen? Minden alkalmat megragadok, hogy autóba üljek, vagy a pályán legyek. Most főleg motocrossozom és endurózom. Most pedig hagyjuk a dízelt, váltsunk sebességet. Nézzük, mi mozgatja az iparágat a zöldebb jövő felé. Az elektromos járművek világszerte egyre inkább előtérbe kerülnek az autókiállításokon. Valójában az e-autók eladásai 2035-ig 16%-kal nőnek. Kiderítettem, miért fordul egyre több ember és cég az e-autók felé. Harmincnégy nap, 12 ország, 8000 kilométer, és két teljesen elektromos Volkswagen ID. Buzz furgon. Két csapat tette meg az utat Genfből Dohába, hogy az elektromobilitás határait feszegessék. Sok kihívás és probléma volt. Egy érzelmekkel teli utazás volt, tele izgalommal, nagyszerű emberekkel, rendkívüli tájakkal. Intenzív volt, bizonyos értelemben valószínűleg egyszeri alkalom az életben. Az utazás során Frank és csapata elsőként szelte át Szaúd-Arábiát nyugatról keletre elektromos autókkal. Az utazás nem csupán az úttörő szellem megnyilvánulása volt, de az innováció és az eljárművek átütő sikere is. El kell mozdulnunk a fosszilis energiáktól a megújuló energiák felé. És már ez a gondolkodásbeli lépés is nagy lépés. Nem csupán fogyasztani és a levegőbe párologtatni, hanem körkörös iparággá tenni. Az ID. Buzz talán egy kicsit terjedelmesnek tűnik egy hosszú országjáró útra, de a Tour d'Excellence-ra kézenfekvő választás volt.
Az ID. Buzz olyan, mint egy ikonikus autó. A 70-es évekre nyúlik vissza, egy utazó, kiszolgáló autó. Szükségünk van a helyre a pótkeréknek, meg mindenféle más dolognak. A Genfi szalonon az elektromos járművek a furgonoktól kezdve a személyautókon át az ilyen buszokig nagy szerepet játszanak. Ez itt nem csak teljesen elektromos, de vezető nélkül is. A buszok egy újabb lépést jelentenek a Movasalat és a kínai Yutong cég közti partnerségben, melynek célja az elektromos buszok lakossági használata. Eközben új és feltörekvő EV márkák, mint a Lucid, a VinFast és az Xeed is bemutatták új modelljeiket, felpörgetve az egyre szorosabb versenyt. Egy másik márka, amely a Közel-Keleten szeretné kiterjeszteni hatókörét, a Link & Co. Zászlós hajó modellünk a Link & Co. Zero Nine. Ez itt egy hétüléses SUV. Az öbölmenti régióban hatalmas siker lesz. A katari piac meghódítása érdekében együttműködnek a katari MBK Group-pal és az Autoclass Cars-szal. A neves márkakereskedések több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek olyan tekintélyes márkák forgalmazásában, mint a Mercedes és a Harley Davidson. A Link & Co. több, mint egy autó, nem csak egy újabb márka felvétele a portfóliónkba, annak ellenére, hogy rengeteg versenytársunk van a piacon. Ezért akartunk valami mást. Ez az összekapcsolhatóságról szól, a kelet és a nyugat összekapcsolhatóságáról. Ahogy egyre több vállalat gyorsítja fel nagy és zöld terveit, Frankék is a következő kalandra készülnek. A bakancslistánkon szerepel Patagónia, Dél-Amerikában. Hogy ezt az utat elektromos vagy egy hagyományos autóval tesszük-e meg, még nem tudjuk. De a lényeg, hogy álmodjunk, mert az nagyszerű. A Lusail International Circuit most felújított pályáitól kezdve a Genfi Nemzetközi Autószalon lenyűgöző bemutatóig reméljük élvezték velünk az utazást. Most ennyi fért bele. Ha többet szeretne megtudni, látogasson el oldalunkra és csatlakozzon hozzánk hashtagünkön keresztül. Köszönjük a figyelmet, találkozzunk legközelebb is!